szíveteket hozzátok már dicsőítésben is Isten elé. És imádjuk azt, akit egyedül érdemes imádni és dicsőíteni, hogy közel kerüljünk az ő szívéhez. Köszönjük, Istenünk, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy te szeretsz. Köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem vagy távol tőlünk, aki nem hagytad magára ezt a világot. Bár néha lehet, hogy ezt gondoljuk, de nem ez az igazság. Te mindazokhoz közel vagy, akik keresnek téged. És mi ezen az estén keresünk téged. Azért jövünk eléd, hogy találkozzunk veled. És te azt mondtad, hogy jönni fogsz. Imádkozom azért, hogy áraszd ki a lelked. Kenj fel minket az imádatra, a dicsőítésre. Add, hogy megragadjanak ezek a dalok, ezeknek a szövege, a tartalma is. Add, hogy tudjunk meglátni téged, hogy ne azokra a dolgokra figyeljünk most, amik lehúznak, hanem egyedül csak rád, mert te most akarsz velünk valamiről beszélni. Már a dicsőítésben is találkozni akarsz velünk. És nem akarunk kihagyni egyetlen egy pillanatot sem, egyetlen egy másodpercet sem. Találkozz velünk. Áld meg ezt az egész estét, és áld meg a dicsőítésünket. Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Amen. Dicsőíts. Thank you.
jelenlétedben. Csendben állok jelenlétedben, tiszta színet keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül, várlak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangod hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, Yeah.
Köszönjük, hogy megnéztétek!
egyedül csak Te vagy méltó, hogy királlyá koronázzunk. És szeretnénk, ha Te lennél valóban király, valóban Úr az életünk minden területén. Te vagy a mi megváltónk, Te vagy a mi barátunk, Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi királyunk. Köszönjük Jézus, hogy ismerhetünk Téged. Köszönjük, hogy Téged dicsérhetünk, dicsőíthetünk, és köszönjük, hogy ezen az estén veled találkozhatunk. Ezt kérjük most, a Te nevedben imádkoztunk. Amen. Boldog szülinapod, boldog szülinapod, boldog szülinapod, Máximán, boldog szülinapod. Nagyon sok boldog szülinapot kívánunk Márk Zémannak, a hétfő este dicsőítés vezetőjének, és nem tudom, hogy aki esetleg nem tudná, neki különleges szülinapja van, mert egy olyan napon született, ami csak 4 évente fordul elő, úgyhogy Márk Zéman 14 éves a mai napon. Isten áldjon, Márk! Isten őrizzen még nagyon sok ilyen szülinapot, jó szülinapot kívánunk neked! Köszönöm. Isten áldjon! Oké. És folytatjuk az alkalmunkat. Előtte szeretném azt hirdetni, amire mindig bátorítalak benneteket, hogy az alkalmak előtt, ha egy picit előbb tudtok jönni, akkor a hátsó kisteremben mindig imádkozunk, és én mindig hálás vagyok azokért a testvéreimért, akikkel együtt tudjuk hordozni ezeket az estéket. Úgyhogy ha tudtok jönni egy picit csak korábban, az is számít, úgyhogy gyertek. Másik dolog, amit szoktam időnként hirdetni, hogy van egy állandó, itt próbálok elpakolni mindent, mert túl kicsi a hely nekem. Tehát van egy állandó e-mail címünk, amire, hogyha bármikor kérdésetek van az alkalmakkal kapcsolatban, vagy akár bármi mással kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok. A hétfő este ékezet nélkül hetfoeste@kukacgolgota.hu e-mail címen tudtok küldeni ilyen kérdéseket. Most pedig hadd mondjam el nektek azoknak is esetleg, akik közben jöttek, vagy akik először vannak ilyen estén, hogy hétfő esténként a hónap utolsó hétfő estéjét mindig annak szenteljük, hogy várunk Istenre. Ezek nem azok az alkalmak, amikor versről versre a Bibliát tanulmányozzuk, mert általában ezt csináljuk, ugye az első korintusi levelet tanulmányozzuk mostanában, azonban mindig ezeken a hétfő estéken Istenre várunk, Istent keressük. Akik voltak a hétestén, ugye az elmúlt héten, azok tudják, hogy ez az alkalom is egy valami hasonló alkalom, ami abban különleges, hogy itt a helyszínen várjuk azt, hogy Isten itt mondjon valamit, itt jelentsen ki valamit nekünk. Ilyenkor én se tudom előre, hogy miről lesz szó. Én is itt várom a Szentlélek kijelentését. Mindig csak elkérem azt a gondolatot, amivel elindítom ezt az alkalmat. És amikor imádkoztam, hogy ma miről legyen szó, akkor Isten azt mondta nekem, hogy a haragról. A haragról. A haragról lesz most szó. A harag az valami olyasmi, amivel szerintem mindannyian találkoztunk már az életünkben. Van itt olyan valaki, aki még soha nem haragudott senkire és semmire? Ezt tegye fel a kezét. Ugye nem látok ilyet. Tehát mindannyian átéltük, átéljük, sajnos, és időről időre, lehet, hogy át is fogjuk élni, azt, hogy harag van bennünk a szívünkben. És ez valami olyan dolog, ami szörnyűségekre is képes, ezért kell beszélnünk róla, és én hiszem, hogy talán Isten ezért is adta most erre az estére ezt a témát. Egyébként a haragról ír a Biblia is, sőt, Isten haragjáról is ír. Például a Rómaiakhoz írt levél első fejezeteit, hogyha elolvassátok, amit nagyon ajánlok mindenkinek, ott gyakorlatilag végig arról van szó, Isten haragjáról. De amikor Isten haragjáról beszélünk, akkor az teljesen más, mint az ember haragja. Ne úgy képzeljük el, mint ahogyan mi szoktunk haragudni. Mert ha megnézzük, hogy milyen Isten haragja, akkor azt látjuk, hogy Isten haragja mindig a bűn ellen irányul, és az emberért. Azért, hogy megmentse az embert.
Az Isten haragja mutatja meg nekünk, hogy a bűn az komoly dolog. Azzal nem lehet játszani. Annak van következménye. És az, ami elválaszt bennünket Istentől. Hogy az Isten haragja mennyire komoly dolog, azt a kereszten látjuk meg igazán. Mert az Isten annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki bűntelen életet élt, aki emberként itt a földön egy bűntelen életet élt, és ott a kereszten helyettünk magára vette az Isten haragját. Az Isten teljes haragja, ami a bűn ellen irányul, amit ránk kellett volna kitöltenie, kitöltötte Jézusra. Ezért volt a kereszten, ezért szenvedett. És nem is a fizikai szenvedés volt a legnagyobb neki, hanem az, hogy ott, mivel ott bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne, Isten elfordult tőle, mert Isten nem vállal közösséget a bűnnel. Ott a kereszten meglátjuk, hogy a harag, az Isten haragja milyen. Nem minket ért el. Nem minket ért el. Mert ő vállalta, hogy ő magára veszi az Isten haragját. És ezért bárki közületek, aki komolyan veszi ezt, és csak azt mondja, hogy Jézus, elfogadom, hogy te magadra vetted azt a haragot, ami az én bűnöm miatt kiöntetett rád, és hiszem, hogy te vagy a megváltóm, az megmenekül. Ennyire egyszerűvé tette az Isten. Ez az evangélium, amit most elmondtam. Az ember haragja azonban más. Teljesen más. Az ember haragja pusztít. Gondoljátok meg, az emberiség első családja. Ádám és Éva. Ott van a két gyermek, Káin és Ábel. És mi történt? Az egyik, Káin, irigy lett a másikra, mert Ábel áldozatát Isten kedvesnek találta, és elkezdett a szívében egy harag fölgyülemleni a testvér ellen. És ez a harag odáig vezetett, hogy megölte a testvérét. Iszonyatos dolgokra tud vezetni a harag. Te haragszol valakire most? Vagy valamire? Vagy valaki az egész világra haragszik? Valaki mindenkire haragszik? Valaki a szüleire haragszik? Barátaira, kollégáira, főnökére? Van harag most a te szívedben? Mert hogyha van, akkor Isten azt hiszem azért hozott ide ezen az estén, hogy beszéljen veled. Mert tudod, ha ez a harag ott marad, elpusztít. Mert a harag az nem csak a másikat pusztítja el, azt is el tudja, ahogy Káin és Ábel esetében látjuk. De téged is elpusztít. És az az érdekes, hogy teljesen mindegy, hogy igazad van vagy nincs. Lehet, hogy igazad van. Igazad van az miatt, amiért haragszol. Igazságtalanul történt veled valami, és jogosan haragszol valakire. Vagy az egész világra. Minden. Akármi ellen irányul a haragod, akár igaz vagy nem igaz, abban minden harag közös, hogy téged belülről elkezd pusztítani. Olyan, mint egy rákos daganat, ami elkezd növekedni, és egyre inkább pusztít téged. Elveszi az örömöd, elveszi a békességed, elveszi a nyugalmad, elveszi a tiszta gondolkozásod, és egyre inkább lejjebb húz, egyre inkább sötétebb gondolatok jönnek. Egyre inkább a depresszió mélységeibe mész, egyre inkább bosszúálló gondolatok jönnek elő benned. Egyre inkább megkeményedik a szíved, egyre inkább érzéketlenebbé válsz az Isten szavára is. Egyre inkább kevésbé tudsz szeretni, egyre mélyebbre süllyedsz. És ki tudja, hogy hol állsz meg? A harag elpusztít.
Ha a szívedben van harag bárki iránt, akkor tudd meg, hogy Isten azért hozott ide ezen az estén, hogy kivegye azt a haragot a szívedből. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát én már olyan sokszor próbáltam, hogy ne haragudjak, mert tudom, hogy az hova vezet. És nem sikerült. Hát ha ezen az estén Isten valamit elvégez a szívedben, és sikerülni fog. Tudjátok, a harag önmagában még nem bűn. Mi az Efezusi levélben is olvassuk, Pál apostol ír erről a 4. fejezet 26-os versében, hogy bár haragudjatok, de ne vétkezzetek. Csak tudjátok, nálunk, ha megmarad a harag, és nem kezeljük, mi előbb-utóbb vétkezünk. Előbb-utóbb az a harag, az megnövekszik, és vétkezni fogunk, és bűnné válik, és pusztító lesz. Nem szabad meghagynunk az életünkben egy haragot, egy gyűlöletet. Nem szabad. És ha ilyen van a te életedben, akkor engedd, hogy Isten ezen az estén meggyógyítsa azt. Hogyan? Nagyon egyszerű. Hogyan gyógyít az Isten? Úgy, hogy oda megyünk elé, és kiborítjuk a bilit. Kiborítjuk mindazt, ami bennünk van. Harag van benned? Borítsd ki. Ne hagyd, hogy magadba, ott, magadba folytva hordozd, hogy pusztítson. Most itt, ezen az estén, itt van a lehetőség, hogy gyere, hozd oda Isten elé, és mondd el neki. Mondd el neki. Ne hagyd magadban, pakold ki az Istennek. Még az is lehet, hogy az Istenre haragszol. Ilyen is van. Tudod, akkor mit csinálj? Akkor is menj oda az Istenhez, és neki borítsd ki. És mondd el neki, hogy Uram, nem tudom, de amit én átéltem, nekem harag van a szívemben ellened. Ez kedves dolog az Isten előtt, bármilyen furcsa. Ha neki mondod el, nem magadban folytod, hanem neki elmondod azt is, ha ráharagszol, vagy egy másik emberre, a szüleidre, egy rokonra, egy családtagra, egy barátra, bárkire. Azt szoktuk csinálni ezeken az estéken, hogy csendben maradunk néhány percre. És most is ezt fogjuk tenni. És arra bátorítalak benneteket, hogy használjuk ki ezt a csendet. Hogyha van harag a szívedben, bárki ellen, akkor ebben a csendben először is kérdezd meg az Istentől, hogy van nekem harag a szívemben valaki ellen? Mert olyan is lehet, hogy már annyira megszoktad, hogy már észre se veszed, hogy te haragszol valakire. Hadd derüljön ki. Hadd mutasson rá az Isten arra, hogy lehet, hogy azért nem mész tovább a vele való járásban és kapcsolatban, mert ott megkövesedett benned valami. Talán egy harag. Hadd mutasson rá Isten arra, hogyha van ilyen. És ha pedig tudsz ilyenről, ha Isten ilyet megmutat, vagy már most is tudod, hogy ki az, akire haragszol. Amire haragszol, akkor ebben a csendben arra kérlek, csak mondd el neki Istennek imádságban. Uram, itt vagyok, tudom, hogy a harag elpusztít, olyan ez, mint a rák, és el fogok benne pusztulni, ha hosszú távon megtűröm, és nem gyógyulok meg belőle, és tudom, hogy te vagy a gyógyító, és tudom, hogy a gyógyulás útja az, hogy most odaadom magam neked, és odaadom ezt a haragomat is, ezt a gyűlöletemet, ezt az akármit, mert lehet, hogy ez a harag már neki tudja, mivé nőtt. Lehet, hogy már gyűlölsz. Az is lehet. Egyszerűen csak mondd el neki, és azt mondd neki, hogy Uram, hiszem, hogy te meg tudsz gyógyítani. Lépjél be most ebbe, a helyzetbe, a szívembe, és gyógyítsd meg. Vedd ki belőle a haragot, és tegyél helyére szeretetet. Engedd az Istennek, hogy tudjál megbocsájtani. És bocsáss meg.
És ne azzal foglalkozz, hogy most igazad van, vagy nincs igazad. Nem mindegy. Lehet, hogy azt mondod, nem. Abból a szempontból, hogy így is úgy is elpusztít a harag, teljesen mindegy. Így is úgy is el fog pusztítani, ha meghagyod. Akár igazad van, akár nincs igazad. Ne engedd. Ne engedd, hogy a gonosz győzzön. Engedd, hogy Isten győzzön. És Isten pedig meg akarja gyógyítani a szívedet. Ezért most használjuk ki ezt a néhány percet a csendben. Vizsgáljuk meg a szívünket. Engedjük, hogy Isten meggyógyítsa. Bármi van is, a legvadabb és a legkegyetlenebb bosszúálló gondolatok is vannak benned. Csak mondd ki, Uram, ez van bennem, gyűlölök. Én egy gyűlölő ember vagyok, de nem akarok ilyen lenni. Gyógyíts meg! A Szentlélek gyógyít. A Szentlélek el fogja végezni. Csak várjál rá, és merj bátor lenni, hívni őt. Maradjunk itt csendben, és imádkozzunk néhány percet.
Igazából te vagy a szívek vizsgálója és ismerője. És hallottad ezeket az imákat is, amik elhangoztak. És Uram, kérlek, gyógyíts. Uram, vedd ki a haragot, vedd ki a gyűlöletet, vedd ki azokat a dolgokat a mi szívünkből, amik nem tőled valók. És tegyél oda helyére szeretetet, megbocsájtást. Ezt egyedül csak te tudod elvégezni, és kérünk, hogy végezd el Jézus nevében. Ámen. Lehet, hogy vagy egy olyan kapcsolatban, hogy téged megbántottak, és te megbocsájtasz. De az a másik, az nem akar veled megbékélni. Lehet ilyen is. De a te részed az az, hogy te tudj megbocsájtani. Lehet, hogy ezzel nem fog minden helyre állni, nem lesz abszolút béke. Gondolj arra, Isten is megbocsájtott, de csak azokkal békül meg, akik elfogadják a bocsánatot. Isten is megbocsájtott az embernek Krisztusért, de csak azokkal tud megbékülni, akik elfogadják Krisztust megváltónak. Te bocsáss meg. Lehet, hogy nem fog helyreállni minden teljesen ugyanúgy, mert az a másik nem akar veled megbékülni. De a te részed az, hogy te bocsáss meg. Engedd, hogy az Isten téged megtisztítson, engedd, hogy az Isten téged betöltsön, engedd, hogy az Isten elvégezze benned azt a munkát, amire elhívott. Hiszen az a legfőbb terve veled, hogy Jézus képére formáljon. És Jézus milyen? Ő megbocsájt. Bocsáss meg te is, ne engedd, hogy a harag megteremje a maga pusztító gyümölcsét, hanem engedd, hogy a szeretet megteremje a maga csodálatos gyümölcseit az életedben. Most folytatni fogjuk a dicsőítést, és dicsőítés közben is engedd, hogy Isten ezekkel a gondolatokkal, hogyha ezt neked adta, beszéljen veled, imádkozz, beszélj hozzá, keresd őt a dicsőítésben is. Folytassuk a dicsőítést. Yeah.
Add át magad neki, és legyen ott a keresztnél. Thank you.
Köszönjük, hogy az vagy, akinek magad mondod. Köszönjük, hogy oly közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy meggyógyítod a lelkünket. Köszönünk neked mindent, Jézus. Amen. Én hiszem azt, hogy Isten munkálkodott eddig is. Ezekben a percekben, amikor csendben voltunk, amikor dicsőítettünk, mert az Isten mindig válaszol. Nem biztos, hogy azt érezzük azonnal, nem biztos, hogy éppen úgy, ahogy mi gondoljuk, de az Isten válaszol. Aki az Istennek magát odaadja, annak az életébe belép az Isten. Ez ilyen egyszerű. De az Isten nem erőszakos. Az Isten nem fog oda belépni, ahova te azt mondod, ide ne lép be. Ezért a gyógyuláshoz kell az, hogy te engedd, hogy az Isten belépjen arra a területre, az életednek arra a területére, ahol gyógyulásra van szükség. És én hiszem azt, hogy vannak most itt olyanok, akiknek ezen a területen, amiről beszéltünk, a harag területén gyógyulásra van szükség. És én hiszem, hogy már eddig is Isten gyógyította, ahogy te elmondtad neki. És én hiszem azt, hogy azt a dolgot, azt a folyamatot, amit ő elkezdett a szívedben, azt be is fogja fejezni. De lesz erő, amely majd ellenáll ennek. Van erő, ami ennek ellen fog állni, és most is ellenáll. Újra és újra elő fogja hozni benned azokat a régi sérelmeket. Újra és újra elő fognak jönni azok a dolgok. És újra gyengének fogod érezni magad. Ezért szükségünk van erőre. Szükségünk van arra, hogy amilyen irányba beállított minket az Isten, azon az úton tudjunk is menni. Ahogy vettétek a Krisztust, úgy éljetek is benne. Ha megbocsájtottál, ha elengedted a haragot a szívedből, akkor nehogy visszahúzd, akkor ne engedd, hogy visszatöltődjön. Akkor vegyél erőt, honnan van a mi erőnk? Istentől, a Szentlélektől. Akkor töltekezzünk be Szentlélekkel. Erre nap mint nap szükségünk van. Enélkül nem mernék ide feljönni, prédikálni. Nem mernék egy másodpercet sem eltölteni úgy, hogy nem kérem az Isten segítségét, hogy töltsön be az ő lelkével, hogy adjon erőt mindazokhoz a dolgokhoz, amire elhívott. És igazából a legnagyobb dolog mi az, amire elhívott? Hogy tudjunk szeretni. Úgy, mint ő. És tudunk úgy szeretni? Magunktól nem. De ha ő betölt a lelkével, akkor fogunk tudni szeretni. Ha betölt a lelkével, akkor kidobjuk a szívünkből mindazokat a dolgokat, amik csak lefelé húznak. Akkor tudunk megbocsájtani, akkor tudunk elengedni dolgokat, sérelmeket, haragot. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy ahogy a helyünkön vagyunk, arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, és együtt menjünk most Isten elé, és imádkozzunk. Uram, te látod a szívünket, így, ahogy itt vagyunk most előtted. Te látod, hogy mi az, amiben gyógyulásra van szükségünk. És hogyha te úgy érzed, hogy neked most kell erő ahhoz, hogy tudjál szent életet élni, hogy elengedni a haragot, hogy tudjál megbocsájtani, akkor arra kérlek, hogy álljál fel, és akkor fogok imádkozni érted. Akkor legyen ez neked egy hitből való kilépés, hogy Uram, nekem kell ez az erő, én akarok megbocsájtani, én akarom a haragot ki dobni a szívemből, én akarok szeretni, én akarok úgy élni Jézus, ahogy te tanítottad, ahogy te éltél. Ha vannak itt olyanok, akiknek szükségük van erre az erőre, azok álljanak fel, és én imádkozni szeretnék most értük. Azért, hogy Isten szent lelke töltse be őket itt és most, és adjon nekik erőt mindezekben a dolgokban. Uram, te látod ezt a sok embert, aki most felállt, és te látod, hogy mi van a szívükben. Te pontosan ismered a szívüket. Tudod, hogy hol van az a harc, az a küzdelem, ahol nekik erőre van szükségük. Szükségük van rád, Jézus. Túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy
a saját erőnkből meg tudjunk bocsájtani, hogy újat tudjunk kezdeni, hogy elinduljon egy kibékülés, hogy tudjunk szeretni. Szükségünk van rád, Jézus, a te szívedre, a te szeretetedre, és a te lelked erejére, hogy még akkor is, ha olyan sok minden majd vissza akar húzni, akkor azt mondjuk, hogy nem, mert te, Jézus, betöltesz engem. Ezért én most imádkozom mindazokért, akik állnak. Imádkozom azokért, akik most felálltak, Uram, hogy töltsd be őket a te szent lelkeddel, hogy vegyenek erőt tőled, töltsd be őket a te szent lelkeddel, töltsd be őket azzal a szeretettel, ami csak tőled kapható, és azzal a szeretettel, azzal az erővel tudjanak tőled való tiszta, szent életet élni, és szeretni, és megbocsájtani, és újat kezdeni. És kérlek, gyógyíts be az életükbe, akik most állnak, azoknak kérem az életükbe, gyógyíts be, Istenem, azokat a területeket, ahol most esetleg sok sebből vérzik valami. Kérlek, gyógyíts be teljesen, és töltsd be őket a te szent lelkeddel. Ezt kérem Jézus a te nevedben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. És most szeretnénk egy pici időt arra is szánni, hogy egymásért is imádkozzunk, mert lehetnek más területek is, lehet más kérésünk is, és olyan jó az, amikor közben járunk egymásért. Nincs túl sok időnk, de azért egy 5 percet arra is szeretnénk hagyni, hogy egy picit egymásért imádkozzunk. Ezért, ha bárkinek bármilyen kérése van, és szeretné, hogy a többiek imádkozzanak érte, akkor azokat kérem most, hogy álljanak fel, bármilyen területen, bármilyen kérésed, hogyha van, és azokat, akik meg ülve maradnak, azokat arra kérem, hogy nézzék majd meg az állókat, hogy hol állnak fel emberek, és menjenek akkor oda hozzá, és egy páran kérdezzétek meg tőlük, hogy miért imádkozzunk, és imádkozzatok értük. Úgyhogy, ha van még, várunk egy kicsit, egy pár ember már felállt, arra kérlek, akkor menjetek oda az állókhoz. Látjátok, többen itt ezen a részen többen felálltak, menjetek oda, akik meg nem álltak fel, azok meg használják fel ezt az időt arra, hogy imádkozzanak ott a helyükön, magukban, és engedjék Istennek, hogy tovább munkálkodjon bennük. Egy 5 percet szánunk erre.
Istenünk, te hallod ezeket az imákat, amelyek elhangoztak, akár azoktól, akik a helyükön maradtak, akár a közbenjáróktól, akikért imádkoztunk, és csak kérlek, hallgass meg ezeket. Te látod a te népednek a szükségeit. Töltsd be ezeket a szükségeket. Te vagy az az Isten, akiben nem csalatkozunk. Kérünk, hogy töltsd be ezeket a szükségeket Jézus nevében. Amen. Most pedig még folytatjuk az utolsó dicsőítő blokkunkban. Dicsérjük Istent, hogyha Isten megszabadított téged, ha döntésre juttatott, ha felszabadított, akkor gyere és örvendezz, és örvendezzünk együtt, és dicsérjük azt, aki nem csak ma a szabadítót, hanem holnap is, és életed minden pillanatában. És az, aki azt mondta, hogy veled maradok a világ végezetéig. Dicsérjük Jézust. Trón előtt.
Úr. Ő az Úr. Csodás és végtelen. Oly csodás és végtelen, szerelmed Istenem. A keresztet irgalmadról beszél. Látja még az értelem, nem sejti még a szív. Mi fenséges és mi gyönyörű. Gyönyörű vagy Jézus, te vagy az egyetlen igazán gyönyörű. Köszönjük, hogy te igazán tiszta szívvel tudsz szeretni, hogy te szent vagy, a te érzéseid és gondolataid tiszták.
és mi is ilyenek szeretnénk lenni. És tudjuk, hogy ez a terved, hogy ilyenné formálsz minket. Tudjuk, hogy ezért veszed ki a szívünkből a haragot, a gyűlöletet, minden negatív és tisztátalan dolgot. És köszönjük, hogy betöltekezhettünk te veled, és szerethetünk a te szereteteddel, és a te lelked betölt minket. Köszönjük, hogy ezt végezted el bennünk ezen az estén. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket, ezzel befejeződött ez az este. Szeretettel várunk titeket jövő héten is. Jövő héten folytatjuk Pál apostol első korintusi levelének tanulmányozását, és haladunk versről versre, ahogy szoktunk. Sziasztok! Isten áldjon titeket!